Autósport és Formula magazin. Minden szerdán 17 órától a mikrofonnál Fodor László és a két szakértő műsorvezető. Gellérfi Csizmadi a Gergő és Bognár Viktor. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez az Autósport és Formula magazin. A mikrofonnál a kérdező, ezúttal Horváth Ede, és aki válaszol... Bognár Viktor. Adásunkat élőben a Tisza Rádió Plus weboldalán, illetve podcast formájában a... www.formula.hu weboldalon hallgathatják meg. No, akkor kezdjük is bele a mai adásba. Az első tesztek közeletével ma tekintjük át kicsit részletesebben, hogy milyen szabályváltozások érkeznek idén a Forma 1-be. Mi indokolta ezt a komolyabb átalakulást, és tényleg jobb lesz-e általa a versenyzés? Valóban idén úgymond nem fogunk ráismerni a Forma 1-re, legalábbis nem, külsőre nem azt fogjuk kapni, amit megszokhattunk az előző években, de mindenek előtt kezdjük azzal, hogyha az elmúlt három évben mondjuk szoros lett volna a bajnoki küzdelem, több résztvevős és élvezték volna a nézők, és látványos csaták lettek volna, akkor valószínűleg senkinek eszében nem jutott volna, hogy ez rossz, és ezen változtatni kell. Az egészet a kívülről és belülről is érkező kritikák váltották, hiszen a nézők is 2014 óta folyamatosan panaszkodnak, hogy bizonyos szempontokból a formai már nem hasonlít régi magára, ugye a nosztalgia mindig él az emberekben, és a versenyzők is gyakran emelték fel a hangjukat emiatt, hogy már nem olyan élvezetes az autóban ülve sem a versenyzés, és ugye ehhez jött hozzá a hatalmas különbség a mezőny első és összes többi csapatok között, hiszen a Mercedes nagyon beletalálta az új szabályokkal a motor és a karosszéria fejlesztésében is befoghatatlanok voltak az elmúlt három évben. Én nem vagyok szakértő, de lenne egy kérdésem. Kívülállóként nekem nem látszanak ezek a változások, tehát számomra akkor is ott voltak azok a Bitan klassz autók, jöttek, mentek, pörögtek a pályán körbe-körbe. Mik azok a lényegi változások, amik megtörténtek így az elmúlt évekhez képest? Hát ránézésre azért látszani fognak, mert ugye még nem jöttek ki az autók, még nem mutatták be őket, február 20-ával kezdődő héten jönnek majd az autóbemutatók, és akkor fog a világ rádöbbenni, hogy Jézus Mária, hát az tényleg máshogy néz ki. Nyilván olyan hatalmas változások nem lesznek, a vezetőszárnyakban lesznek majd a legszembetűnő változások, a hátsó szárny jobban fog hasonlítani ahhoz, amit megszokhattunk a 2000-es évek elején. Az első is átalakul kicsit ugye a dimenziói hátsó szélesebb lesz és alacsonyabb, ami sokak szerint jobban hasonlít egy versenyautóhoz, mint amit 2009-ben bevezettek. Ezek a magasabb és keskenyebb szárnyak voltak, amiket azért vezettek be elsősorban, hogy csökkentsék az aerodinamika szerepét, és ezzel remélték, hogy látványosabb lesz a versenyzés általa. De úgy tűnik, hogy az elmúlt évek során rájöttek a szabályalkotók, hogy nem feltétlenül ez a helyes irány. Azt is kipróbálták ezt a könnyebbé tenni az előzést. Ugye a Pirelli is hozzájárult ehhez 2011-ben azzal, hogy nagyon gyorsan kopó, nehezen kezelhető gumikat hozott, amelyek olykor 3-4 kerékcserét is igényeltek egy verseny alatt, és a gumik különböző állapota határozta meg, hogy éppen ki előz meg kit a pályán, és még hozzájött a DRS, ugye az előzés segítő rendszer, ami a hátsó szárny terülőlapjának az elmozdítása, hogyha az üldöző autó közel van az üldözötthöz egy másodpercen belül, és ez is könnyebbé tette az előzést, és valóban megnőtt az előzések száma, 2011 óta vannak erre szép statisztikák, lehet vele fölvárni, hogy 2-szer több, meg 3-szor több, mint 2010-ben, csak az emberekben az úgy csapódott le, hogy mintha más térségesi váltóan az egész túl könnyű volt, nem volt meg az a küzdelem, nem volt a körökön át tartó csaták a pályán, mert hogyha valaki gyorsabb volt, megnyomta a gombot, vagy éppen jobb állapotban volt a gumia, és kettő kanyar alatt megelőzte a riválisát, és valahogy kiveszett az a élvezet. Valóban több volt mennyiségileg, az előzés minőségileg viszont lehet vitatni, hogy ugye milyen érzelmeket váltottak ki az emberekből, és ezt próbálják az új szabályokkal részben megváltoztatni. Volt itt többféle aggodalom, a rajongók például amiatt is panaszkodtak, hogy ugye nem volt már elég látványos az, amit a tévén láttak, az autókat könnyű volt vezetni, viszont nem is tudtak vele olyan gyorsan haladni a versenyzők. Részben éppen miatt, hogy
kicsi volt a leszorító erő, óvatosan kellett, nem tudta padlógázzal bevenni bizonyos kanyarokat, tartalékolni kellett folyamatosan a gumikkal, vigyázni kellett, nem lehetett maximum tempóval teljesíteni egy kört, mert ötten elhasználódtak a gumik, szóval erre a spórolásra ment rá a pilótáknak a figyelme, és maguk a versenyzők is felhozták, hogy nem élvezik már annyira azok a versenyzők, akik itt voltak egy évtizeddel ezelőtt még az általuk szépnek nevezett érában, Alonso, Hamilton és a többiek emelték ezt ki, hogy már nem jelent számukra annyira élvezetet, és hogyha a sztárpilóta a világbajnok is azt mondja, ezt kommunikálja kifelé, akkor azért az nem tesz jót a sport hírnevének. Érdemes rá odafigyelni. Igen, és ezért látták be a szabályalkotók, hogy talán nem ez volt a helyes út, ugye közvéleménykutatások is születtek, és a rajongók is elmondták, hogy ez valahogy ez már nem olyan, mint régen. Most próbálják kicsit visszatérni ahhoz az irányhoz, nyilván nem lesz teljesen ugyanolyan, és nem is várhatjuk, hogy visszafelé haladjon a sport, de próbálják ezt az izgalmi faktort, ezt a látványosabbá tételt visszahozni azzal, hogy gyorsabbak lesznek az autók ennek a mostani szabály változásnak a hatására. Ugye szélesre gumik is jönnek a Pirelli révén, így nagyobb mechanikai tapadások is lesz az autóknak, és aerodinamikai tapadásnak hívják, amit a légterelők, illetve a leszorító erő generál. Szóval jobb, könnyebb lesz a pályán tartani az autókat, és így kanyarokban fog ez különösen megmutatkozni, hogy gyorsabban fognak haladni a versenyzők, és 3-4-5 másodperces gyorsulást jósolnak körönként az autók számára, nyilván az pályától és a pálya hosszától, a pálya karakterétől függ, ami tényleg érződni fog. Hát ha nem is úgy látványra, hogy majd észreveszünk, hogy ide gyorsan befejezte a tavalyhoz képest, de majd azt fogjuk látni, hogy jobban küzdenek, jobban oda teszik. Én azt tudom elképzelni, hogy jobban szemmel látható ezt a rajongók számára, és hogy ez egy tényleg egy hősies tett, amit ezek a versenyzők itt csinálnak, és hogy nem tudna bárki bekanyarodni azzal az autóval, abban a kanyarban olyan tempóval. És ez is egy szempont, amit szerettek volna visszahozni, úgymond a versenyzők fáradtságát, az izzadást, mert talán abban is van valami, hogy ha az emberek látják, hogy egy sportoló tényleg kifárad abban, amit tesz, akkor jobban elhiszik, hogy tényleg ez egy különlegesség, ez egy hőstett, amire csak a legjobbak képesek a világon. És sokan felemlegetik még mindig a 2005-ös, 6-os éveket. Volt 2005-ben egy futam a Malajziában, amit Fernando Alonso megnyert, és alig tudott kiszállni az autóból, aztán a dobogón is legugolt a dobogó tetején a himnuszok alatt, mert nem tudott állni, annyira kimerült, és a dobogón végző másik két pilótára is folyt a víz. Jó, nyilván Malajzia egy különleges helyszín a magas páratartalom miatt, de egyébként is rengeteg számos példa van arra a Forma 1 történetéből, hogy tényleg kimerülten szállnak ki az autók, a versenyzők az autóból. Napjainkban pedig ilyet már nem láttunk, tényleg kijön Hamilton egy könnyedén mennyelt futamgyőzelm után, így letörli a homlokát, és fölmegy a dobogóra, és annyi elvégezte a napi munkát. Úgy tűnik, mintha tényleg egy gokart vásárról érkezett volna. Szóval el tudom képzelni, hogy ez is hozzátesz majd valamit a nézői élményhez. Igen, hát nekem erről úgy hirtelen a Ben Hur fogat versenye jutott az eszembe, ugye, hogy több ezer évvel ezelőtt is megvolt a maga nimbusza ezeknek a versenyzőknek, persze abban a korszakban egy teljesen más világ volt, akkor ugye rengetegen meghaltak ezeken a versenyeken, jó, hát tudom, hogy a mai versenyek is veszélyesek a maguk nemében, de azért az, hogy valaki úgy megküzdött a csatában és győzött, az valóban egy fontos dolog, hogy no, hát erről van itt szó, kérem szépen, azért ezt tessék komolyan venni. Igen, szóval reméljük, hogy a csaták szempontjából, illetve a látvány szempontjából jobb lesz a sport, illetve sokan állítják, hogy ez valóban jobb lesz. Az már más kérdés, hogy tényleg izgalmasabb lesz-e a verseny, mert az két külön dolog, az, hogy látványos, meg az, hogy izgalmas, hogy fordulatos, és nem biztos, hogy több előzés lesz. Azt továbbra is sokan állítják, hogy ebből a szempontból lehet, hogy mégiscsak mellé nyúlás volt ez az új szabályváltozás, mert azáltal, hogy növelték az autó tapadását, rövidebbek lesznek a féktávok például, és így nehezebb lesz mondjuk kifékezni a másik versenyzőt egy féktávon, nem lehet majd annyival
később fékezni, hogy még bebúj mellé. Milyen mértékben lesz komoly az az átalakulás, amiről idáig beszéltél? Tehát feltételezhető, hogy valami forradalmi újítást fedeztek fel, és azt akarják majd beintegrálni az autókba, vagy azért erről még nincs szó? A mértékét tekintve aerodinamika elég jelentősen át fognak alakulni, ezt a 2009-es szabályváltozásokhoz hasonlítják, akkor és ugye rendesen átalakultak külsőre az autók, és most is átfognak, csak most az ellenkező irányba. Hát, hogy lesz valami újítás, elsősorban nem azért hozták meg ezeket a változásokat, mert valami újítást felfedeztek volna, hanem éppen ellenkezőleg majd most fognak újításokat felfedezni, amiatt, mert ismét nagyobb mozgásterük van a mérnököknek, új területeken kutathatnak, új dimenziók, befejleszthetnek az autókon, eddig nem volt lehetőség, úgyhogy konkrétan megvan határozva, hogy hány centin belül, ugye ilyen dobozokban beszélnek mindig a mérnökök, hogy ezen a téren belül szabad fejleszteni mondjuk egy hátsó szárnyat, és azon nem szabad kilógni egy milliméterrel sem, mert ugye ez már szabálytalannak számít. Szóval lesz most bőven fejlesztési lehetőség, és ilyenkor mindig az szokott történni, hogy az első a szabályváltozások első évének, főleg az elején rengeteg újítás jelenik meg az autókon, és gyorsan fejlődnek az autók, gyorsan javul a tempójuk. Ezt ugye nem lehet összehasonlítani, de hogyha egy szezonnyitón rajtozálló autót összemérnénk a szezonzáron rajtozálló autó, mondjuk a két Mercedes, az ausztráliai Mercedes és az Abu Dhabiban futó Mercedes, akkor lehet, hogy egy-két-három másodperc tempókülönbség is lenne majd közöttük. Szóval annyit fog fejlődni egy csapat valószínűleg az év során. A motorok ugyan változatlanok maradnak, de ha jól tudom, itt is történt néhány enyhítés és szigorítás. Mesélnél róla, hogy konkrétan mik? Valóban, hát ugye ezeket a motorszabályokat, a hibrid turbo V6-osokat 2014-ben vezették be, ezeket az összetett hajtásláncoknak nevezik, már nem is motoroknak őket, és ezekhez nem nyúlnak hozzá, mint olyanok, szóval ezek fognak továbbra is maradni az autóban, még azért nem jött el az idő ahhoz, meg azért ez költséges egy teljesen új motorkoncepciót kitalálni, csapatok sem nem mennének el bele, hogy most három évente változtassunk rajta. Szóval ezek továbbra is maradnak, és mint ilyenek, akár továbbra is meghatározhatják az erős sorrendet a mezőnyben, ugye a Mercedes év volt a legerősebb erőforrás az elmúlt években, és emiatt is gondolják, hogy akárhogy is változik az aerodinamika, továbbra is a Mercedes lesz a favorit az idei szezonban. De történt egy elég komoly enyhítés abban a szempontból, hogy mostantól minden gyártó számára szabad a fejlesztés az egész szezon során a motorok és a különböző tartozékai terén. Az elmúlt pár évben egy bizonyos zsetonrendszer szerint működött. Nem olyan zsetont képzeljünk el, amit a Dodge-be dobálunk bele a Vidán parkukba, hanem hát ez csak egy ilyen fogalom tulajdonképpen, egy fejlesztési egység, egy zseton, és akkor megvan, hogy ha miért nyúlnak hozzá, akkor az hány ilyen zsetonnak felel meg, hány fejlesztési egységnek, és 32 lehetett az elmúlt évben használni ilyen zsetonból, hát ez kicsit ilyen megfoghatatlan fogalom, de a csapatok nagyon jó számon tartották, hogy nekünk még ennyi van, most annyit használtunk el, és ez egyrészt ez a költségek kordában tartása miatt tartották ezt indokoltnak, ami nyilván bőrzsdöntés is volt valamilyen szempontból, mert ha a fegyverkezési verseny kezdődik, akkor annak megint csúnya vége lehet, mint akár 2008-9-ben, amikor sorra szálltak ki az autógyártók, hogyha valami történik, és a kis csapatoknak pedig egyre megfizetetetlenebbé vált volna az egyre költségesebb motor. Idénre azonban átörölték ezt a zsetonrendszert, és a négy gyártó szabadon fejlesztheti az erőforrásait. Viszont fixáltak egy költséglimitet, aminél drágában nem adhatják a motorjaikat a partnercsapatoknak, szóval ezzel őket is segítik, nem hozták nehéz helyzetbe a Saubert és a többieket, hanem megvan, hogy fejleszt, amennyit akarsz, de maximum annyit kérhetsz tőle a partnercsapatottól, és így hát mondhatni, hogy mindenki jól jár, mert az autógyártó pedig végre fejleszthet, és berakhatja az újításait, és sokan emiatt ennek is tulajdonították, hogy a Mercedes előnye ennyire kitartott az elmúlt három évben, hogy tényleg nem tudtak hozzájuk közelebb kerülni, mert nem volt elég zseton, rendelkezésre álló zseton a többiek számára, hogy beérjék őket, nem tudtak annyit fejleszteni. Most meglátjuk idén, hogy ez változni fogja, hogy esetleg a Ferrari, vagy a Renault, vagy éppen a Honda beérje őket a tekintetben. De történt egy nehezítés is, ez szintén a sportszabályzatot érinti, szóval nem technikailag. Az elmúlt
években több trükközést is láttunk a motorcserékre vonatkozóan, mert ugye elég szigorúan nézzük ezt, hogy ki hány motort használ, és minden erőforrásnak most már hat elleme van osztva, szóval nem csak a motor, hanem hibrid rendszerek, a turbo, ez mindegy külön elem, és hogyha egyet is kicserélnek, akkor ez már 5 rajthelyes, meg 10 rajthelyes büntetéssel jár az adott futamra, vagy a következőre. És hát 4-5-5 lehetett a tavaly használni minden egységből büntetlenül, idén 4-et lehet majd, mert 20 futamot rendeznek, tavaly 21-et rendeztek, ezért volt egyel több. És hát elég sok csapat, illetve gyártó túllépte ezt a limitet, tönkrementek a motorok és hasonlók, ugye Hamiltonra is emlékeztetünk tavalyról, illetve a Hondákkal, a McLaren Hondákkal volt ez a helyzet az elmúlt 2 évben, és csináltak ilyen dolgokat, hogy jó van, ha már úgyis büntetést kapunk, kicserélünk mindent, a mezőn végkéről rajtolunk, de kicserélünk még egyszer mindent, és mondjuk kicserélték egyszer pénteken az összes elemet, meg egyszer szombaton is, és akkor volt 2 készlet elemük, de rajtás végéről hátrében nem tudták őket küldeni. És akkor születtek ezek a képek, hogy a McLarennek a Spában 3 kanyarra hátrébről kellene, hogy rajtoljanak, mert annyi, nem tudom, 56 rajthelyes büntetésük van. És ez tényleg eléggé mulatságos volt, és kicsit abszurdnak hatott, hogy ilyen van, és ilyet lehet csinálni. Szóval erre azt találták ki, hogy nem lehet most már azért korlátlanul cserélgetni a motorokat, és így ingyen motorokhoz jutni tulajdonképpen, hanem minden versenyt végén csak egy büntetés érvényes, és az utolsó kicserélt elem számít, azt használhatják a továbbiakban büntetlenül a következő versenyeken, szóval ezt is próbálták kicsit kontrollálni, hogy ne lehessen azért, mint Hamiltonnal is megcsinálták tavaly, hogy több elemet raktak be egy csapás az autójába, hogy aztán le tudja ezt a gondot a szezon hátulévő részére már Spában, mert ugye neki több gondja volt a motorokkal, és ezzel is kicsit most próbálják a megbízhatóság javítására készíteni a csapatokat. Ami pedig a motorszabályokat illeti, hosszabb távon ugye az új vezetőség, a Liberty Media nemrég hatalomra lépett, és már ők ugyan még konkrétan a technikai szabályban nem nyúlnak bele ilyen hamar, és nem is működik az egyről a kettőre, de elhintettek már olyan dolgokat, hogy talán nem is feltétlenül kellene annyira erőltetni ezt a hibrid hajtást, és ezt a nagyon környezettudatos képet, amit az FIA próbált beállítani magának az elmúlt 3 évben, és elképzelhetően tartják sokan, hogy kicsit visszavesznek ebből a profilból a következő évben. Ha nyilván nem is teljesen, lesz majd valamilyen energiavisszanyerő rendszer, lesz majd turbó, de nem lesz, talán nem lesz annyira összetett a hajtáslánc, ezáltal a nézőknek is érthetőbbé válna a nézők számára a felsengés, és talán nem menne ez a nagy spórolás, amit láttunk az elmúlt évben, és ami azért kicsit tényleg kiölte az élvezetet, vagy a sportot ebből a versengésből. Sokszor a versenyek után dőlt el, hogy most te annyi büntetést kapsz, te annyit kapsz. De ennek is több aspektus van. Elsősorban az autógyártók ragaszkodtak hozzá, hogy induljon az F1 ebbe az irányba. Ugye 2013-ig még a régi V8-as szívó motorok hajtották az autókat, amik tényleg hangosak voltak, tetszett a rajongóknak az, amit azok képviseltek, viszont abban is sokan egyetértettek, hogy már eljárt fölöttük az idő. A mai világban már nem ezek a benzinzabáló motorok róják a közutakat sem, hanem gazdaságosabb motorok, és ezért is tért át az F1 ezekre hibrid motorokra, és ugye az üzemanyag használatot is korlátozták, és ez is hozzájárt a spóroláshoz, amiről már beszéltünk az elején. És a gyártók is ugye ragaszkodtak hozzá, például a Mercedes is elállított olyanokat, hogyha nem jöttek volna ezek a szabályok 2014-ben, akkor ők nem is folytatták volna, kiszálltak volna. A Honda is utalt rá, hogyha nem ezek a szabályok vannak, akkor nem tértek volna vissza 2015-ben. Szóval kellett ez az autógyártóknak, mert ugye próbálják a technológiát átjutatni az utcai autókba és hasonló dolgok, és mindig jó, hogy egy lépéssel, egy pár évvel előrébb járnak az F1 révén, ki tudják kísérletezni nagy vonalakban azokat a dolgot, amelyeket majd aztán valamilyen formában felhasználhatnak az utcai autókban. És ezért is van ez a vita évek óta, hogy mit kell képviselni az F1-nek, hogy próbáljon-e a közúti fejlesztés irányába menni, vagy ezt hátra kellene hagynia, és tényleg koncentrálni a versenyzésre, és vannak olyan vélemények is már, hogy nem kellene ezt a közúti
relevanciát annyira erőltetni, hiszen az elmúlt évek is bizonyították, hogy a nézőknek ez az F1-ben a nézők nem azt akarják látni, a nézőket az nem nyűgöző le, hogy hú de jó spóra, hú de gazdaságos az autó, hú de jó, csak 100 kiló üzemanyaggal teljesítette a versenyt és hasonlók. És egyre több olyan véleményt is hallani, hogy talán az autógyártók is jobban járnak azzal, hogyha kevésbé nyomnak ezt a vonalat, és hogyha jobban eltávolodnának a közúti relevanciától, akkor ugyan nem lenne annyi kapcsolódási pont a versenyzéssel és a utcai fejlesztéssel, viszont elképzelhető, hogy a nézőket jobban érdekelni, több rajongót vonzana a sport, és ezáltal mégis nagyobb bevételre tennének szert a csapatok, nagyobb népszerűségre, és lehet, hogy mégis jobban járnának, hogyha ilyen irányba indulnánk. Meglátjuk, 2020-ig érvényesek ezek a jelenlegi szabályok, legalábbis amikor meghozták őket 2014-ben, akkor 2020-ig jelölték ki azt az intervallumot, amiben majd ezt a fejlesztési tervet, ütemtervet, hogy hova akarnak eljutni ezek a hibrid motorokkal. Ezt a tervet már azóta párszor áthágták, és mindent változtattak rajta, szóval az sem biztos, hogy 2020-ig látni fogjuk még ezeket a hibrideket. Az új vezetőségnek, és elsősorban talán Ross Brownnak a tisztje lesz, hogy ez erről döntsön a következő évben, hogy mi is lenne a jó a nézőknek elsősorban, és aztán az autógyártóknak. Mi a helyzet a rajtokkal? Tényleg elképzelhető az az abszurd helyzet, hogy egy futamon egynél többször fog elrajtolni a mezőny? Hú, hát kezdjük az elején. Az egész rajtolós mizéria onnan indult tavaly, hogy kitalálták, hogy az eső futamokon is legyen tényleges álló rajt, mert ugye ez jellemző volt, illetve az elmúlt években szezononként azért egyszer előfordult, hogy akkora vihar érkezett a pályára a verseny napján, vagy a verseny előtt, hogy a Charlie Whiting, az a versenyirányítás nem engedte a mezőnyt elrajtolni álló helyzetből, mivel túlveszélyesen kitérték, meg ugye áll a víz a pályán, az első kanyarban a vintonautó beesik, elmérik a féktávot, nem ismerik a körülményeket, és akár balesetben is torkolhat könnyen egy ilyen rajt. És ezért ez már egy pár éve bevett tendencia, hogy jó, hát akkor biztonsági autó mögül indul el a verseny, és az úgy történik, hogy ott áll a safety car a mezőny előtt, megkapják a rajtját, akkor szépen elindul a safety car, és mögötte az autók egyesével úgy, ahogy rajton álltak, úgy szépen vonatoznak mögötte, előzni nem szabad, és ez addig így megy, akár 10-20 körig is, olyanra is volt példa, amíg jobban válnak a körülmények, és kicsit felszáll a pálya, elfolyik a víz a csatornákon keresztül, és tarthatónak találják a körülményeket. Whitingék akkor megadják az ördélet, hogy jó, most versenyzhettek, és akkor safety car mögül ugye úgymond repülő rajta megy a verseny, és aztán egyszer csak véget ér. És mindaz úgy, hogy nem volt igazi álló rajt. Ezt pedig sokan hiányoltak, mert mégiscsak az egy sok összerint a legizgalmasabb része a versenynek, a rajt pillanata. Akkor történhetne a dolog, akkor lehet nagyokat előrelépni, nagyokat veszíteni, baleset történhet, akármi történhet. És valahogy a nézők megfosztva érezte magukat, hogy itt az a jó esős verseny, ami benne van a potenciál, hogy az év legjobb futama legyen, de nem kapunk rajtot. Ezért mégiscsak nem használják az összes lehetőséget, úgymond, hogy ezt nem adják meg nézőknek. És kitalálták a csapatok, hogy jó, akkor idéntől, vagy igen, 2017-től lesz álló rajt minden eső versenyén is, de persze biztonsági, kellő biztonsági szintet megtartva, szóval nem feltétlenül a verseny elején lesz, hanem ugyanis safety car mögül elrajtolnak, hogyha olyanok a körülmények, de amint jobban válik a helyzet, akkor biztonsági autó behajt a boxba, és a pilóták felsorakoznak a rajtrácsra, akár a 10. körben, vagy akár a 20. körben lesz, és ez, amikor először igazán versenyeztetnek egymással, és akkor fognak kigyulladni a lámpak, és akkor indulnak el, és kezdődik a 10. körtől a verseny. Ez nagyon furcsán hangzik, megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy Forma 1 rajongó, de láttam már jó pár versenyt, és ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egyszer csak nakko fék, álljatok le, álljatok be szépen a helyetekre, és akkor boom. Tehát egy picit olyan butaságnak tűnik, egy első hallásra. Igen, de még most mondok jobbat, hogy nem is ez a legnagyobb butaság, ez még úgy oké, ezt még úgy bele is egyeznek az emberek, oké, a tradicionálisan minden versenynek az elején van a rajt, szóval azzal kezdődik. Tehát ezzel ez igen, tehát ez olyan, mintha lenne egy újabb nyitánya egy operának. Mi értelme van? Igen, vagy a 10.000 méteres síkfutás közepén megállnának, és rajtolnának újra, és bevárnának mindenkit. Csak a látvány miatt? Hogy, tehát ez tényleg már elmegy a dolog egy ilyen irányba, hogy
Hú, hát ez egy ilyen show műsor, és akkor adjunk neki az ilyen show elemeknek nagyobb teret? Elsősorban azt hiszem, hogy ez van benne, nézők akarták, látványt akartak, balesetéket akartak, ki kell mondani, vagy akármi, helycseréket, dolgokat. Akkor lassan megyünk vissza a római korba, gladiátorok közé, vér és mindenféle szörnyűség. Nagyon nyilván szörnyűséges, senki nem akar, csak igen, hát azon az ideál az átlag néző számára, hogy történjen csúnya dolog, de ne legyen szörnyűség, ne halljam a senki. Csak akkor menjen roncs derbit nézni. Hát, nem akkora presztízse. Na de a legnagyobb csúnyaságra még nem is tértem rá, mert az oké, hogy legyen egy álló rajt oké a verseny, abban még úgy belemegynek az emberek, és akkor minden verseny lesz fixen egy rajt. Ha törik, ha szakad, ha eső esik az égből, ha kalapál, csak akármi. De Abu Dhabiban tavaly, egyszer csak úgy körülbelül a semmiből előjött egy hír, hogy jó, akkor most megegyeztünk, a csapatok is bennek lesztem, hogy mostantól minden safety car fázis után álló rajt lesz. Ha esik, ha száraz az idő, ha akármi. Ami tényleg kicsit derültékből villámcsapásként jött, és még derültékből villámcsapás során is álló rajt lenne valószínűleg a Forma 1-ben. Itt meg kell említeni, hogy egy pár éve 2014-ben már fölmerült ezt az ötlet, hogy 2015-től majd álló rajtok lesznek minden safety car után, ez is kizárólag a rajongók kedvéért, hogy nagyobb csatát legyenek, mert általában, hogyha biztonsági autót kihajt, akkor nem nagyon szoktak előzések lenni a... Bocsánat, fölmerült bennem egy kérdés, hogy ez az éppen aktuális állás alapján állnának be az autók, vagy megint úgy, ami az előzetes edzések során létrejött? Az éppen aktuális állás szerint. Értem. Fölállnának a rajta, és ezt most éppen fölvázoltak 2014-ben, hogy ez majd hogy fog kinézni, az FIA kiadott szép közleményt, hogy majd így lesz, hogyha nem tudom, rajt után két körre történik, akkor még nem lesz álló rajt, vagy ha az utolsó körökben, akkor se lesz megint, de amúgy általában igen. Ami tényleg akkor nagyon nagy fölháborodást keltett 2014-ben, mindenki megszólalt minden érdeket, hogy hát ez hogy fog kinézni, meg tényleg ez a sport megcsúfítás lesz, tényleg olyan, mintha az 1500 méteres sikfutáson 200 méterenként megállnak, és újra bevárnak mindenkit, és újra elrajtolnának a rajtgépből. Akkor igen, ez nagy felháborodás gátott, és végül nem is lett belőle semmi. Most tényleg kicsit váratlanul jött ez a hír, de az a legfurcsább, hogy most nem háborodott fel senki, és kicsit én úgy látom, úgy veszem ezt a véleményekből, illetve a különböző nemzetközi írásokból, hogy még senki nem tudja konkrétan, hogy ez most van, vagy nem lesz ez a sok álló rajt. Az utolsó hivatalos információ tavaly Abu Dhabiból, hogy ezt megszavazták a csapatok, és ott nyilatkoztak is páran, hogy majd ettől biztos jobb lesz, de valahogy hiányolom most ezeket a fölháborodott hangokat. Szabálykönyvet is megnéztem, hogy pontosan hogy fogalmaz, és homályosan fogalmaz az is, és ezt többekkel is beszéltem, hogy nem lehet teljesen jól kivenni, hogy most csak az első futamunkról beszélnek, vagy az összes létező futamról, mert akár tényleg akkor 2-3-4 rajt is történhetne egy versenyen, ami tényleg azért fölmerül az emberbe a kérdés, hogy jó, de miért? Mi szükség van rá? És lesz még a csapatoknak és a motorsport világtanácsnak egy gyűlése a szezon kezdet előtt, és én valószínűleg tartom, hogy ott fogják majd ezt pontosan tisztázni, hogy akkor most mi is van, mert ahogy néztem a nemzetközi cikkekben, és a nagyon profi szakértők is próbálják kerülni ezt a témát, hogy nem fogalmazok ők sem konkrétan, mert úgy tűnik, mintha senki nem tudna, hogy most akkor pontosan mi is van. Amit azért így ebből a ár közepén már nem biztos, hogy baj lenne így eldönteni, hogy mire is készüljönnek a versenyzők, és ha bevezetik, akkor jön a rengeteg kérdés megint, hogy tényleg nem az, hogy balesetek lehetnek, hanem konkrétan baleset veszélyes lehet az, hogyha folyamatosan álló rajtolnak a versenyzők, ami meg azért már nem jó. Fölmerültek ilyen dolgok, hogy ugye a gumiknak az állapota átérő lett az autó között, lehet, hogy az egyik versenyző két körrel ezelőtt cserélt kereket, másik meg 20 körrel korábban, és hogyha ő áll előrébb, akkor egész más lesz a féktáv, rögtön valami szerencsétlenség történhet az első kanyarban. Hogy fognak fölállni a rajtrácsa, mert ez is fölmerült, hogy ugye a futam előtt ott a szerelője minden pilotának is tartja a táblát, hogy hova kell pont állni, és azért tudja, ezért nem tévesztik összesen, hogy hova kell pont melyik rajtrácsa fölállni. Azért a futam közben azt kétszer-háromszor lebonyolítani nem lenne olyan egyszerű. Meg rengeteg ilyen apró gyakorlati kérdés fölmerült, hogy tényleg az, hogy lehetne, ha megvalósul. Hát ahogy nézem a véleményeket, azt hiszem, hogy a rajongó többsége egyetért abban, hogy arra nem lenne szükség, és bízok benne, hogy az új vezetőség is látni fogja ezt, és hát még tehát valamit ebben a kérdésben.
ez is kicsit az, arra emlékeztet ez a helyzet, hogy változtassunk meg sok dolgot, és akkor hát, ha jobb lesz, de lehet, hogy egy dolog megváltoztatásával is jobb lenne, és hogyha több mindent belányulnak, mondjuk 2017-re, akkor aztán nem fogja tudni, hogy mitől lett jobb az áfa, hogyha jobb most erre. Eszembe jutott egy személyes példa. Napokban nem volt az otthonomban meleg víz, oda mentem a kazánhoz, eltekertem 3 kapcsolót, és lett meleg víz. Ami szuper, de aztán rájöttem, hogy milyen butaságot csináltam, lehet, hogy elég tudom egyet eltekerni, és az is segít. Biztos, hogy nem kellett volna 3, de most nem tudom, hogy melyik volt a megoldás. Körülbelül azt látom az F1-ben is. Az FIA tavaly komolyan tesztelt egy eléggé ellentmondásos fejvédő elemet. Lehet már tudni, hogy ennek mi lesz a sorsa? A Halo nevű strandpapucsra, sokokat strandpapucsra emlékeztető fejvédelemről van szó, amit aki csak egy kicsit is követi az F1-et, valószínűleg az interneten belebotott már olyan képekbe, hogy amint ez az autókra fel van szerelve, hogy tavaly szinte minden pilóta kipróbálhatta az edzéseken. Hát az egy ilyen háromágú elem, amit a pilóták fejek köré erősítenek, és az egyik elem az pont ugye a szem előtt nyúlik le, és kapcsolódik a pilóta fülkéhez, és ugye ezzel próbálnák a biztonságot fokozni abból a szempontból, hogyha valami éppen repül a pilóta feje felé, alkatrész, gumi, akármilyen, ami egy belső során leszeked, akkor az ne találhassa a pilótát, ugye a sisak, illetve a fej talán az egyetlen olyan testrész a formájában, ami még védtelen, és ahol tényleg meg lehet sérülni komolyan. És a teljes formaautózásban is, nem csak az F1-ben emlékezhetünk, Justin Wilson 2015-ben az IndyCar-ban szenvedett halálos balesetet azáltal, hogy egy leszakadt első vezető szárnyát állt a sisakját, és emiatt is kezdődtek meg ezek a kutatások, illetve a Jules Bianchi balesete miatt, akit valószínűleg ez nem mentett volna meg, mert őt nem találta konkrétan a fején semmi, hanem hirtelen jött lassulás miatt esett kómába, és végül lehet a halálát. De az FIA úgy érezte, hogy erre szükség lehet valamilyen, legalábbis valamilyen eszközre, ami védi a pilóta fejét, és ez a Halo jött ki győztesen a néhány kipróbált lehetőség közül, és ezt tesztelgették. Pilótáknak alányítom nem tetszett, ez is nagyon érdekes történet száll, aztán a Hungaroringen volt egy tanácskozás, egy bemutató, ahol prezentáltak a pilótáknak konkrét példákon, hogy kit hogyan mentett volna meg, hogyha van az autójukon ez a Halo, és hirtelen nagyon sokan megváltoztatták a véleményeket, még Lewis Hamilton is, aki az egyik legnagyobb ellenzője volt, és őt hirtelen azt kezdtem mondani, hogy jaj, hát ez nagyon kell, ez nagyon jó, ő benne van most már mindenben, csak vezessék be. Végül nem vezették be idénre, szóval ez még nem lesz rajta az autókon. 2018-ra lett áttolva a debütálása, de már egyre kétségesebb, hogy olyan lesz bele valami, mert most egy legújabb felmérés szerint a pilóták többsége most már megint nem támogatja az ötletet. Szóval érdekes, hogy mi folyhat a háttérben, és hogy milyen új információk kerülnek elő, amik alapján megváltoztatják a véleményeket a pilóták. És az elmúlt hetekben, hónapokban tényleg inkább olyan hírek jöttek, hogy talán mégsem ez a helyes út, hogy talán az FIA is próbál majd valamilyen más módszert találni, más megoldást, és most már el tudom képzelni, hogy ez a Halo, amit az elmúlt egy-két évben tényleg nagy lelkesedéssel tesztelgettek, végül a kukába kerül, és nem fogják használni. Azért valljuk be, esztétikailag tényleg nem a legmutatósabb, és pont egy ilyen időszakban, amikor szépíteni próbálják úgymond az autókat külsőleg, meg még rátennének most egy ilyen strandpapucsot, hát ez is körülbelül egyezne azokkal a dolgokkal, amiket itt az imént felsoroltunk, hogy csinálnak valami jót, de próbálják valami mással mégis, vagyis hát nem próbálják, de valami más intézkedést hoznak, ami aztán kicsit semmisé teszi, hogy lenullázza azt az előnyös tulajdonságot. Hát nem tudom, hogyha a szépséget vagy a biztonságot kell úgymond így mérlegre tenni, akkor melyik lenne az, ami inkább fontosabb vagy hasznosabb lehet. Tehát lehet, hogy nem olyan szép az a biztonsági elem, de ha emberi életeket menthet meg, akkor nem tudom, én csak kérdezek. Négy igaz, hát ezt a rajongóknak is, vagy hát ők is belátják, mert senki nem akarja, hogy bárki is meghalljon, vagy súlyosérő szenvedjen. Inkább azok a vélemények vannak, hogy kell valamilyen felvédőlem, de nem ez, nem ilyen. Annak más koncepciót, Red Bull is kifejlesztette egy Aeroscreen nevű, azért jóval mutatósabb felvédőt, milyen plexi elemet. Meglátjuk, hogy mi lesz, valószínűleg lesz majd valami a következő, nem tudom, 5 éven belül el tudom képzelni, hogy valamiből vezetnek, de
De ebben én is egyetértek, hogy nem biztos, hogy ez a halót kellene rátenni az autókra, az idők végezették, hogy ott csúcsosodjon az a harmadik ága pilóták szem előtt, ami úgy akadályozni őket a látásban. Utolsó kérdésünkhöz értünk. Közben a január lecsengésével már egyre több életjelet adnak magukról a csapatok a médiában. Így felröppent néhány érdekes híresztelés is. Tényleg elképzelhető például, hogy narancssárga színű lesz az idei McLaren? Nagyon is elképzelhető, sőt azt is kijelenthetjük, hogy ha nem lesz narancssárga színű, vagy valamennyi narancssárga nem lesz az autónak, akkor rajongók joggal érezhetik magukat átverve. Ugyanis... Szeretik a kukás autó feelinget? Hát nem tudom, hogy a McLarennél Nagy-Britanniában milyen színűek a kukás autók, de az új csapat vezetés Zac Brown-nal az élen az elmúlt hetekben utalgatott rá, hogy vissza fognak térni a narancssárga. Az a narancssárga ugye McLarennek az eredeti színe. Bruce McLaren, amikor megalapította a csapatot 1960-as években, akkor ő narancssárgára festette az autót. De ez a szín utoljára 1971-ben tűnt fel a McLaren versenyen. Aztán ugye jöttek mindenféle szponzorok, cigireklám, és akkor fehér-piros lett, aztán szürke ugye az utóbbi időben. De Zac Brown érkezésben, és ugye Ross Brown távozásával most újra a Zac Brown-ban lángra kapott az a nosztalgia, ő továbbra is valamilyen szinten rajongónak tartja magát annak ellenére, hogy ezt a nagyvállalatot vezeti. És ő tényleg szereti ezeket az autókat, szereti a csapat történelmét, ő maga is versenyző volt. És hát tényleg elképzelhető, hogy ő vissza fog térni a narancsárgához, hogy valamilyen szinten ezt a nosztalgiát előhozza a csapatból. És ez az, amit Rodnerist viszont csuklóban elutasított volt is az elmúlt évben. Szinte minden évben fölmerült ez a kérdés a McLaren bemutatója előtt, hogy Naron, megkérdezte tőle, narancsárga lesz-e idén végre a McLaren, és akkor mondta, hogy hát honnan lenne, miért nyúljunk vissza a múltba, most csak azért, mert a néhány nézőnk ezt tetszik, most nem fogunk itt rögtön paradigmát váltani, meg minden ilyesmit, és maradt továbbra is ez az unalmas szürke színű, de most tényleg utalásokat tettek rá, és narancssárga színű képeket posztoltak, és célozgatta Eric Bouyer is, hogy na most már kezdődhet a festés, pont, és tényleg nagyon úgy tűnik, hogy visszafordulni az a szín. Volt narancssárga a McLaren 2006-ban is egy szezon előtti tesztnél, a 90-es években is, de itt csak egy-egy alkalmakra befestették, de versenyen tényleg 71 óta nem volt. És nyilván nem lesz most sem teljesen narancssárga, vagy át tudom képzelni, hogy azért kicsit ízlésesebb lesz valamilyen színkombinációval, de nagyon úgy tűnik, hogy visszafordulni az a régi szín, ami a rajongóknak valószínűleg tetszeni fog, hiszen ők akarják ezt már régóta, eleggel hivatottak szurkolók, McLaren szurkolók, mégis egy klasszikus, szóval ez olyan a McLarennek a narancssárga, mint a Ferrari-nak a piros. Csak a Ferrari ez mindig is piros volt, a McLaren meg nem volt mindig narancssárga, szóval talán tényleg ide lesz visszatérni, egy kicsit kellemes érzés lesz. Hírek szivárogtak ki a Ferrari-val kapcsolatban is, méghozzá az autó nevével kapcsolatban, amit nagyon gyorsan cáfoltak, és mindenféle ellen nyilatkozat kijött utána. Olasz források felfedték, hogy ugye minden autónak van egy kódjele, mikor bemutatják, ugye Ferrari, nem tudom, 16H volt a tavalyi, és a Ferrari szokott mindig valamilyen különleges nevet adni az autónak, és forrás szerint Jules Bianchira fognak megemlékezni az új autóval, ugye, aki 2015-ben elhúnyt, és az ő tehetségkutatójukban nevelkedett, a saját pilótájuknak tekintették, és hogy a JB monogram benne lesz az autó nevében, ez is majd bemutatón fog kiderülni, hogy valóban emléket állítanak-e ilyen módon a francia pilótának. De volt már rá példa korábbi évben, 2003-ban például egy Ferrari, illetve fiatalnokségi tag halála után az illetőnek a monogramjait tették bele az autó nevébe, szóval ez is érdekes lehet, hogyha Bianchi ilyen módon feltűnik. És még egy dolgot gyorsan megemlítenék, ez viszonylag egy szintén friss hír a tesztek előtt érdekes lehet, hogy Pascal Wehrlein, aki ugye Mercedes neveltje, de a Sauber pilótája, sérülésekre panaszkodik, mégpedig azt követően, hogy ugye a bajnokok tornáján baleset összenvedett, amiről beszéltünk is az elmúlt hetekben, ugye Felipe Massával ütközött az a bizonyos háromkerekű autóval, és egy jó nagyot borult,
És aztán ugye kiszállt az autóba, lős és az utasa is, és semmi bajuk nem volt látszólag, de most olyan hírek jöttek, hogy mégis fájlalja a nyakát, nyilván lehet, hogy mi nem éreznénk, de ő, aki intenzíven edzi, különösen egy ilyen szezon előtt, amikor az eddigeknél nagyobb terhelés fog a nyakra helyeződni, érti, hogy valami nincs rendben, meghúzhatta a nyakát a baleset során, és az orvos kivizsgálás jelenleg is zajlik, és felmerült annak a lehetősége is, hogy Wehrlein nem tud majd részt venni a teszteken, akár az első héten, akár a másodikon sem. Sauber persze cáfolta, most erről szóvezett egy kicsit, hogy cáfoljunk gyorsan mindent, legalább ez lefullalja a csapatokat. Úgyhogy ez még továbbra is kérdéses, hogy ott lesz-e a néha pilóta a teszteken, ami nagy érvelés lenne számára, hogyha kihagyná, hiszen csak 4 gyakorlási napjuk van minden pilótának, ugye, hogyha csapattársával osztak a 8 napot, hogy kipróbálják az új autókat, és azért ismeretek nélkül megérkezni mondjuk Melbourne-be, az nem lenne kellemes számára. Kedves hallgatók, ez volt az Autósport és Formula magazin legújabb adása. A mikrofonnál ezúttal Horváth Edét hallhatták, aki pedig válaszolt... Bognár Viktor volt. Adásunkat a www.tiszaradioplus.hu weboldalon hallhatják, illetve podcast formájában később a www.formula.hu weboldalon. Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő heti viszonthallásra! Autósport és Formula magazin minden szerdán 17 órától a mikrofonnál Fodor László és a két szakértő műsorvezető Gellérfi Csizmadia Gergő és Bognár Viktor.